Ez a felvétel idén februárban készült. Rendőr és városőr együtt járőröznek a Pest-Szent Imrei utcán. Ez ma már nincs így, a városőrség nyár közepén megszűnt. A folyamat az év első felében kezdődött. A kerületi kapitányság és a polgármester egy sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a kerület évi plusz 30 millió forintot ad hozzá a rendőrség költségvetéséhez, ezzel már évente közel 120 millió forint támogatásban részesül a kerületi kapitányság. Az extra juttatásból a célkitűzés szerint több rendőr járőrözik az utcán. A sajtóeseményen bemutatták a kerületben szolgálatot teljesítő körzeti megbízottakat, valamint átadtak két autót a rendőrségnek, amit korábban a városőrök használtak. A kerület közbiztonsági rendszere, ami a térfigyelő rendszerre, a rendőrségre és a városőrökre épült, komoly változáson ment keresztül. Nyár elején ugyancsak egy sajtótájékoztatón jelentette be a kerület és a kapitányság a rendőrségi pontok létrehozását. Ennek az a lényege, hogy a lakosság bizonyos pontokon minden órában megtalálja a járőröző rendőröket. Az elképzelés az úgy született meg, hogy sok lakossági fórumra járok, mint kapitány önkormányzattal, közösen helyi képviselőkkel, közösen, és ott mindig visszatérő probléma merült föl, nem is a közbiztonságot magát firtatták, hogy rossz lenne a közbiztonság, arról nem ez lett szó, hanem mindig az a visszatérő igény merült föl, hogy saját posztos rendőrt szeretnének. Mi a jelszó? Mit kell skandálni? Ez most inkább ilyen civilebb jellegű dolog, és akkor... Ezután született döntés a városőrség megszüntetéséről. Mindezt gazdasági tényezők és a hatékonyság indokolta. Ez némileg felkavarta a kedélyeket, a kerületi szocialisták tüntetést szerveztek a városháza elé. Kifogásolták, hogy erről a döntésről nem volt semmilyen egyeztetés a kerület képviselő testületében. Elértünk egy olyan szintet két év alatt, hogy a korábbi kamerázási rendszerre, a polgárőrök támogatására, a rendőrséggel való jó viszonyra építve, amelyet a városőrség koronázott meg, mára elmondhattuk, hogy a kerületünk az öt legbiztonságosabb fővárosi kerület egyike. Szaniszló Sándor a kerület volt alpolgármestere hangsúlyozta, ez a szervezet nem drága. Tudni kell, hogyha megtakarításra hivatkoznának, akkor a városőrség teljes éves költségvetése 1200 forint minden kerületi polgárra egy év alatt. Nem hiszem, hogy létezik olyan hatékony védelmi eszköz, amelyel így lehet a polgártársak vagyonát biztosítani. A szocialisták petícióját a kerület aljegyzője befogadta. Most a városőrség végleges megszüntetésével a plusz két fővel tovább növeltük a fizetett rendőrök számát, így most 18-ra nőtt. Ha már az imént a számokról beszéltünk, akkor nézzük részletesen a kérdést. Lévai Zoltán alpolgármester elmondta, a városőrség működtetése évi 40 millióba került, a költségek felét az önkormányzat, másik felét az állam fedezte. Ez azonban megszűnt. A kerület döntés előtt állt, 20 milliót hozzáraknak, vagy olyanokra bízzák a feladatot, akik érdemben is tudnak intézkedni. Úgy gondoljuk, hogy a rendőrségnek vannak meg azok a kompetenciái, amely alkalmas erre a tevékenységre, és tovább szerettük volna erősíteni a rendőrséget a 18. kerületben. Úgy ítéljük meg, hogy nagyon sokat költött az önkormányzat a városőrségre ahhoz képest, hogy az milyen hatékonyan tudta a munkáját végezni. Érdemi intézkedési jogkörök nélkül ezt a tevékenységet a mi véleményünk szerint nem hatékony végezni. Mindez nem példa nélküli. Miskolcon is megszüntették a városőrséget. Összegezve, a rendőr ugyan drágább, ám jobb képesítésekkel rendelkezik, és érdemben intézkedhet. A városőrökben sokan megbíztak, félig civilekként bensőséges kapcsolatot ápoltak az emberekkel. Na most ezt az attitűdöt kell elsajátítaniuk a rendőröknek.